A csehek tesztelik a pályát a Formula E Student versenyen Zalaegerszeg mellett. Az egyetemisták számára szervezett nemzetközi megmérettetésen járműipari mérnök hallgatók versenyeztek. A profi autók közül mindegyik különleges konstrukció. Ez a győri csapat által fejlesztett autó 0-ról 100 km/órás sebességre 4 másodperc alatt gyorsul. Ez a verseny legkönnyebb autója, a maga 150 kg-jával, ez egy elég jó nagy különlegesség számunkra, illetve mi vagyunk az egyetlen olyan Formula E csapat, akinek van egy saját motorfejlesztő, beszállító csapata is, aki egyébként a testvércsapatunk, ugyanúgy a Szentzsin, vagy ugyanúgy a Széchenyi István Egyetemen működő Szentzsin csapata. A zalaegerszegi járműipari tesztpálya önvezető autók tesztelésére is alkalmas. A 60 versenyző csapatból 10 ilyen autót indítottak a megmérettetésen, a másik két kategória a belső égésű és az elektromos autók mellett. Magyar csapatok a top és a középmezőny határán vannak úgy általában, hogyha a világot nézzük. Ez egy nagyon szép eredmény, tekintve azt, hogy több mint 500 belső égésű motorral hajtott járműves csapat van a világon, illetve több mint 200 elektromos autós. A többi közt Kanadából, Törökországból, Indiából is érkeztek egyetemisták, hogy összemérjék tudásukat. Így a nemzetközi szinten is legjobbak közül toborzott leendő munkavállalókat az iCor Szombathelyre. Az elektronikai cég másik célja a bemutatkozás volt. Az iCor egy elektronikai cég, ami azzal foglalkozik, hogy a legfőbb ügyfelei azzal van elfoglalva, hogy nagyon sok adatot vigyen át mobil kommunikációban, adatátvitelben. És ha hosszú távon gondolkozunk, ami nem holnap, meg holnap után, akkor azt gondoljuk, hogy az itt lévő elektromos autók, önvezető autók, meg egyáltalán a modern technológiák egyre inkább elmozdulnak abban az irányban, hogy nagyon sok adatot szeretnének. Az iCor szolgáltatásaival ezt az adatátvitelt segíti a high-tech elektronika területén.